Köszöntöm nézőinket, itt vagyunk a Dérinek Kulturális Központ előtt, és hamarosan kezdődik a májusfa állítás, ami egy picit eltolódott, hiszen az eredeti időpontot egy picit elmosta a rossz idő. Kovásné Kerekes Katalinnal beszélgettünk. Az időjárás most úgy néz ki, hogy nagyon kegyes lesz. Igen, sajnos a ma egy héttel hamarabbra tervezett rendezvényünket meghiúsította a rossz idő, de most minden esélyünk megvan rá, hogy a tavaly elkezdett szép hagyományt folytatni tudjuk. Itt a táncos gyerekek már nagyon izgulnak, fújják a szülők a lufikat, tehát tényleg minden pillanatok alatt indul. Kik vesznek részt ezen a táncoláson? A májusfa állítás hagyománya az Magyarország vidékein igen-igen elterjedt, és úgy gondoltuk, hogy ne csak a szép lányok kapjanak májusfát, hanem a városnak is legyen egy májusfá, és ez a kezdeményezés tavaly indult, és az idén folytatjuk. A város néptánc csoportjai vesznek részt, a Dérinék Kulturális Központ néptánc csoportjai, illetve az Aprólábak csoport tudott eljönni a Csokonai óvodából, és a Búzavirág csoport szintén itt van velünk. A legények viszik majd a vállukon a májusfát, kinn a sétáló utcán szalagokkal díszítjük, utána pedig egy vidám énekkel, tánccal köszöntjük, és ez a rendezvény csak a kezdete a májusi néptáncos rendezvényeinknek, hiszen majd május utolsó hetében kitáncoljuk ezt a májusfát, akkor még több csoport vesz majd részt rajta, élőzenekarral és táncházzal zárjuk. Az lesz egy igazi nagy mulatság. Most csak fölállítjuk, és bízunk abban, hogy majd a városlakói gyönyörködnek benne. És hát a gyerekek meg nagyon lelkesen és ügyesen táncolnak. Azt hiszem, hogy ez is fontos, hogy a picikkel elkezdeni, és akkor egy ilyen össznépivel majd a hónap végén befejezni. Így van, nagyon fontosnak tartjuk, hogy az utánpótlás az mindig meglegyen, és hál' Istennek meg is van, hiszen az óvodákban is működnek néptánc csoportok, nekünk is van, a Toporgók néptánc csoport a legkisebb, őket követi az árendás életkoruk szerint, aztán a Bokréta, a Pántlika az ifjúsági csoportunk, és az Iringó a felnőtt csoportunk, tehát hál' Istennek a felmenő rendszer az megvan, és mindig van nagy érdeklődés a szakör év kezdetén a néptáncos csoportokba. Hát most is közel 30 gyerek jár a legkisebb csoportunkban. Sajnos nem mindenki tud eljönni, mert a betegség az általában megnehezíti a dolgunkat, de már nagyon-nagyon készülünk erre a mai rendezvényre. Ez az első szabadtéri rendezvény, amikor ilyen sok néptáncos van együtt. Én azt kívánom, hogy sok-sok hasonló legyen még, és tényleg végig tudjuk kísérni a kicsiket, tehát amikor nagyobbak lesznek, és tényleg aki elkezdi a néptáncot, az 8-10 évig folytassa itt a Dérinék kereteiben. Ezt köszönöm szépen, ezt a jó kívánságot, én bízom abban, hogy ez valóra is válik, és sok-sok vidám rendezvényt tölthetünk el együtt. Köszönjük szépen! Köszönöm én is, és kövessük figyelemmel a táncosainkat!